jogalkalmukkal, a nyilvánosságtól és az állampolgár betekintési jogától. Itt most fordított helyzet áll elő, mintha ez a törvényjavaslat minden feltételezett jó szándék ellenére fordított teljesítményt hajtana végre. Az eddigieknél kevésbé védi az állampolgár személyes adatait az államtól és másoktól, ugyanakkor jobban védi az állam adatait tőlünk, állampolgároktól. A három legnagyobb baja ennek a törvényjavaslatnak a következő. Nagyon sok részletet, ezen túlmenő hibákat képviselőtársaim itt már elmondtak, én csak összefoglalóan szeretném a három véleményünk szerint kulcspontra, kulcsbajra fölhívni a figyelmet. Az első baj az, amiről szinte minnyáján beszéltünk, akik bírálták a törvényjavaslat által létrehozott struktúrát, hogy hatóságot csinálnak egy korábban ennél függetlenebb intézménytől. Független ez a hatóság, mondják, de egyetlen dologgal lehet ezt igazolni, hogy beírták a törvénybe azt a jelzőt, hogy ez független hatóság. Minden más életszerű föltétel, ami ezt a függetlenséget garantálná, hiányzik, illetve a korábbiakhoz képest romlik. A jelölés joga a kormányfőjé, a kinevezés a parlamenten kívül történik. Újból meg lehet ismételni valakinek a megbízatását, ami eleve a megbízóhoz, a kinevezőhöz való alkalmazkodás lélektani kényszerét teremti meg. Ráadásul ez a korábbiaknál kisebb függetlenség olyan időszakban áll be, amikor a legnagyobb és valóban legbotrányosabb adatvédelmi problémáink épp a politikai hatalom körül szerveződnek. Utaltak már többen a Kubatov listára, és ugye valóban nem vagyunk különösebben jó barátok képviselőtársammal, de ebben egyet kell, hogy értenem vele, még ha őt ez kompromitálja is. A Kubatov lista léte önmagában azt igazolja, hogy a legneuralgikusabb adatvédelmi pont éppen a politikai hatalomhoz fűződik, de ezt bizonyította a nemzeti szociális hézagot tettem a két szó közé, tehát a nemzeti szociális konzultáció adataival kapcsolatban felmerült számos kérdőjel is, de valamiképpen a hatalmi szféra, az állami szféra környékén lévő adatvédelmi problémákra utalt az is, amikor az ügyészség forró dróton szivárogtatott ki, vagy mondjuk így inkább az ügyészségtől forró dróton szivárogtak ki adatok az egyik kormány közeli laphoz. De nem ezeket a vádakat akarom most újra ismételni, ez most nem az interpellációk vagy a napirend előtti felszólalások műfaja. Pusztán föl szerettem volna hívni a figyelmet arra, hogy épp azon a ponton keletkezik a legtöbb probléma, értsd, a politikai hatalom pontján, amelyhez képest egy nagyobb alárendeltséget hoz létre a korábbi helyzethez képest az új törvényjavaslat. Ez tehát az első alapvető hiba, ami miatt úgy érezzük, hogy az adatvédelemnek egy sajátos fordított értelmezése, értsd, a közérdekű adatokat védik tőlünk, ám de a mi adatainkat nem védik másoktól, tehát hogy ez a sajátos fordított értelmezés nyert polgárjogot az új törvényjavaslatban. A második súlyos baja, betegsége ennek a törvényjavaslatnak, amire szintén sok-sok részletpéldát mondtak itt már képviselő kollégáim, hogy csökkenti a személyes adatok védelméhez, magyarul az információs önrendelkezéshez való jogot. Bizonyos esetekben valóban nem részletezem, mert itt felsoroltak éppen előttem Siffer János frakcióvezető úr, hogy lehetővé teszi a hozzájárulás nélküli adatkezelést, sőt, ami azért már mégis példátlan, bizonyos esetekben még az állampolgár visszavonó akaratát se veszi tekintetbe, és lehetővé teszi az adatkezelést annak ellenére, hogy az állampolgár a hozzájárulását visszavonta. Hát ezt már laikus észre se nagyon lehet érteni. Még egy házasságot is föl lehet bontani. Hát akkor egy adatkezeléshez való hozzájárulás, fölbontása, visszavonása, hogy nem minden esetben lehetséges. Vagy hogy az önök kormányzati intézkedéseiből, más törvényeiből mondjak példát. Egy kemény garanciákkal körülbácsázott foglalkoztatási jogviszonynál is önök bizonyos esetekben lehetővé akarták tenni az indok nélküli felbontást. Hát ha ezt lehetett, akkor hogy lehet az, hogy egy akaratnak, egy adatkezelési hozzájárulásnak a visszavonása nem ugyanilyen, vagy még ötször ilyen kemény
jog egy viszony, egy hozzájárulási viszony megszüntetésére. További pontokon is sérül az információs önrendelkezés joga. Említés történt az arról is már, hogy a harmadik országban lehetővé teszi az adattovábbítást, akkor is a törvény, ha abban a harmadik országban az ég egy világon semmiféle garanciája nincs az adatvédelemnek. Nem kellő garanciákkal ad módot a törvény az adatok összekapcsolására is. Nem kívánja meg föltétlenül a hozzájárulást az automatizált kezeléssel történő értékeléshez is. És így tovább, és így tovább. Különösen fontos pontja, vagy fontos tünete mondjuk ennek a betegségcsomagnak, hogy tiltakozás, állampolgári tiltakozás esetén sem függeszti fel azonnal a tiltakozás pillanatában az adatkezelést. Megjegyzem, a régi adatvédelmi törvény ezt megtette. Vagyis még napokig, hetekig van módja az adatkezelőnek az én adataimmal visszaélni, azokat használni, akkor, amikor már ez a tiltakozás megtörtént. A harmadik nagy nyavajája, betegsége ennek a bizonyos törvénynek, ami a közérdekű adatokkal történik, ott tudnélik az adatvédelem valóban fordított értelmezésére van példa. A törvény a közérdekű adatokat védi a közösség elől, ahelyett, hogy ezeket segítene még nyilvánosabbá tenni. Önmagában az, amire itt már a hozzászólásom elején utaltam, és mások is jócskán beszéltek róla, hogy az államigazgatási hierarchia része egy új hivatal, egy új hatóság, ami az adatvédelemmel foglalkozik, már gyöngíti a közérdekű adatokhoz való hozzáférés jogát, hiszen hogy fogja egy az államigazgatási hierarchia részeként működő hatóság nyílt szívvel és a közérdeket minden mástól függetlenül szem előtt tartva mondjuk a titokminősítéseket felülbírálni. Életszerűtlen, emberileg sem elvárható, erre a korábbi konstrukció jóval több garanciát és biztatást adott. De szó került már épp az előző hozzászólásban, ha jól értettem, arról, hogy a közérdekű adat definíciója és sokkal kedvezőtlenebb, mint korábban volt. Először azt hittem, hogy én csak nem jogászként képtelen vagyok azt a többszörösen összetett mondatot helyesen értelmezni, ami a közérdekű adatot definiálja a közfeladatot ellátó önkormányzatok és egyéb intézmények esetében. Aztán megnyugodtam, hogy nem csak én vagyok szellemileg csökött, hanem a mondat valóban korlátozó visszaélésekre és rossz értelmezésekre ad módot. Tudnélik, az egyik legtekintélyesebb szakmai testület is ugyanígy értelmezte a jelzett paragrafust, ami ebben az értelmezésben azt mondja, hogy egy közfeladatot ellátó intézmény, vegyünk mondjuk példának egy önkormányzatot, ez csak azokat az adatokat kell, hogy közérdekűnek tekintse, amelyek szorosan a közfeladatai ellátásával függenek össze. Na de könyörgöm, baj, bibi, pont ott szokott lenni, hogyha például egy ilyen szerv mondjuk a kiadásainál nem közfeladatra költ. A példát kölcsönzöm szakmai testületek véleményéből, ha mondjuk egy önkormányzat üdülteti az önkormányzati képviselőket, lehet, hogy ezt megteheti, ezt nem a közfeladatai ellátásai részeként teszi, de hát az már miért ne volna közérdekű adat, hogy erre mennyit, milyen okból, hogyan, milyen sűrűséggel költ. Föltételezem jóhiszeműen, hogy itt csak egy rossz fogalmazás teremtette meg a közérdekű adatok ilyen típusú korlátozásának lehetőségét. Ha valóban erről van szó, akkor kérem, módosító indítványokkal sürgősen segítsenek rajta. Összefoglalóan tehát ezeket a betegségeket azért nem csak könnyen kiküszöbölhető tüneti problémáknak tartjuk, mert épp az adatvédelem és az információs önrendelkezés lényegét sértik meg. A közérdekű adatokat védik a közösségtől, és a személyes adatokat kevésbé védik a politikai vagy akár gazdasági hatalomtól vagy hegemon helyzetben lévő szervezetektől. Végezetül én is szeretném megköszönni ombudsman úrnak azt a tevékenységet, amit úgy tűnik, hogy hosszú ideig, mondjuk 9 évig utoljára tölthetett el, vagy tölthetett be, autonóm és az államigazgatástól valóban független módon. Remélem,
hogy akár 9 év, akár mennyi idő múlva megint köszönhetünk valakit, aki valódi függetlenséggel örködhet ezen a különösen érzékeny területen. Köszönöm figyelmüket! Hegedűs Lórántné képviselőasszony következik, Jobbik. Elnök úr, tisztelt ház, tisztelt biztos úr! Én egyetlen dologra szeretnék rávilágítani a törvény egyetlen momentumára, amiről egyébként már itt többek kapcsán, többek szájából már volt szó. De én úgy gondolom, ez azért is fontos, azért is kell külön kiemelnünk, mert ez bizonyos értelemben a törvény egyik sarokpontja. Nevezetesen pont arról van szó, amitről éppen a lendvai Ildikó képviselőtársam is az imént beszélt, tehát az is az, hogy mit is nevezünk mi valójában közérdekű adatnak. Hogyan definiáljuk? Na most a javaslat szerinti definíció, hát eleve 8 sor, tehát jóval hosszabb, mint az eredeti adatvédelmi törvény szerinti csak 4 sor, rendkívül sok mellérendelés, alárendelést tartalmaz, és így szóval, tehát alapból nem felel meg szerintem, értelmezésem szerint a közérthetőség és az egyértelműség szabályának, de hogyha valakinek sikerül kibogoznia az értelmét, és ebben talán segít az indokolás, hogy mit is akar valójában itt mondani a fogalmazó, akkor valójában egyértelművé kell, hogy váljon számunkra, hogy a közpénzeknek ezentúl közvetlenül a közfeladat ellátáshoz kell kapcsolódnia. Illetve, bocsánat, a közérdekű adatnak a közfeladat ellátáshoz kell ezentúl egyértelműen kapcsolódnia. Na most többen rávilágítottak már erre, hogy egy-egy önkormányzatnál mit is jelenthet ez, milyen kis kibúvókat adhat. Mert hát valójában ez a probléma, hogy nem is az, hogy most hogyan definiáljuk azt, hogy mi az, hogy közérdekű adat, hanem az ezzel kapcsolatos, ennek, hogy mondjam, az a definíció másik oldalán lévő közfeladat az, ami megválaszolásra vár. Egy önkormányzat közfeladatot lát el? Igen, nagy részt azt lát el, de valóban vannak olyan tevékenységei, amihez közpénzt használ el, de mégsem nevezhetjük közfeladatnak. De ez hagyján, ez szerintem a kisebbik probléma. Akárki akármit mond, itt folyik el a kevesebb pénz. A sokkal nagyobb pénz, a sokkal nagyobb baj az ott van, ami egy korábbi történetnek az eredője. Hogy egy önkormányzati cég, az vajon közfeladatot lát el, vagy sem? Na most a probléma az, hogy nem. És még tessék nekem azt mondani, hogy nincsen egyébként koherens törvényalkotás itt a házban, illetve hogy hát túlságosan kapkodó a forradalmi lendület. Tavaly nyáron az államháztartási törvényt módosítottuk, pontosabban módosította a kormányoldal, ettől elhatárolódunk minden szempontból. Az államháztartási törvény 100/L paragrafusa egyszerűen megszűnt létezni. Ebben volt arról szó, hogy a magyar állam, helyi önkormányzat, költségvetési szerv, közalapítvány, többségi befolyása alatt álló gazdasági társaság közérdekű adatok nyilvánosságra szóló törvény szerinti közfeladatot ellátó szervnek minősül. Most a helyzet az, hogy az elmúlt időszakban a Fidesz túlnyomó többségében, vagy olyan önkormányzatokban, ahol a Fidesznek túlnyomó többsége van, elindult egy folyamat. Én ezt csak mondjuk így Fidesz franchise rendszernek hívom, ami azt jelenti, hogy minden település üzemeltetést végző intézményt, tehát az önkormányzati intézményt, vagy már eleve kiszervezett céget betömörítenek mondjuk így egy nagy holdingba, ami aztán mindent ellát. Vizet ad, csatornát üzemeltet, utat karbantart, közteretben, néha adott esetben volt már olyan, hogy a városi ünnepségek megszervezése is ezen holding feladatává vált, és így tovább. Sajnos több esetben ilyen cégek eladhatóak, és nem csak, hogy egyszerűen az önkormányzaton kívül egy gazdasági, nagy gazdasági társaság látja el gyakorlatilag az összes olyan feladatot, ami emberi szükségletek
kielégítésével, emberi szükségletek szolgáltatásához kötődik, hanem ezek olyan cégek, amit előbb-utóbb külföldi társaságok, külföldi érdekszövetségek kezébe fognak kerülni. Ezt most már látjuk, mert a folyamat teljesen egyértelmű és világos. Ugye ezekben az esetekben volt egy konkrét példa is azért az elmúlt időszakban, hogy a Balatoni hajózási ZRT-ről nyilván a adatvédelmi biztos úr még többet tudna mondani, mint én. Egy olyan cég, ami 22 balatoni önkormányzat tulajdonában van, tehát 100%-ban összességében ezen önkormányzatok tulajdonában van. Ezzel kapcsolatban fölmerült egy különös aggály, nevezetesen, hogy egy olyan telket adott el ez a cég, amely egyébként önkormányzati apport volt ebben a cégben, tehát az önkor mindannyian által összeadott pénzből felhalmozott önkormányzati vagyon került át így ehhez a céghez, és ezt a céget, ezt a telket értékesítette ez a cég, méghozzá úgy, hogy megpályáztatta, de végeredményben nem pályázaton kívüli személy nyerte el ezt a telket, méghozzá nem is a legtöbbet ajánló pályázó volt, és a pályázati feltételeket teljes egészében félretették, amikor már végeredmény az értékesítésről volt szó. Na, erre kérdezett volna rá, ezen telekeladásra kérdezett volna rá egy külső magánszemély, mint jóhiszemű, aki azt hitte, hogy közérdekű adatot fog majd megkérdezni, kiderült, hogy nem közérdekű adatot kérdezett meg, nem kaphatta meg az ezzel kapcsolatos összes információt, pedig hát érezzük, hogy ez is olyan téma, ami nyilvánvalóan mindannyiunkra tartozhatna, mindenki, aki adott esetben ezekben az önkormányzatokban él, ottani lakos, igenis joga van megtudni, köze van hozzá, hogy hogyan tapsolja el ez a cég, mondjuk így, azt a telket, ami az ő vagyona is áttételes módon. Na most összességében tehát úgy gondoljuk, hogy ezen tendenciákat ismerve az, hogy más törvényt milyen irányban módosítottak és hogyan, rendkívül félelmetes, aggasztó, és számunkra semmiképpen nem elfogadható összességében ez a definíció, ami ebbe a törvényjavaslatba bekerül. Kérjük, hogy az ezzel kapcsolatos javaslatunkat, módosító javaslatunkat vegyék figyelembe, pontosan ilyen szempontból is, mint ahogy az előbb elmondottam. Köszönöm szépen a szót. 2 perces hozzászólás, Siffer András frakcióvezető úr. Köszönöm, elnök úr, csak néhány gyakorlati példát szeretnék mondani, hogy az egyik az információszabadságra vonatkozik, hogy akkor, amikor önök megszorítják a közérdekű adat fogalmát, hogy csak a tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett információk minősülnek közérdekű adatnak, akkor mi mindent zárnak ki? Tehát például, hogyha egy kormányzati szerv, erre volt példa ugye az elmúlt 9 évben, munkatársai mondjuk egy amerikai informatikai cég meghívására jutalomútra mennek az Egyesült Államokban, vagy Egyesült Államokban, vagy mondjuk egy képviselőtestület tagjai közös síkiránduláson vesznek részt, és mondjuk a honpolgár kutakodik, hogy mégis miért, miből és hogyan tették ezt, akkor nyugodtan kikerülhetik ezt a kíváncsiskodó tekintetet, mert azt mondják, hogy ez nem a tevékenységével összefüggő, és nem is a közfeladat ellátásával összefüggésben keletkezett információ. És könnyen lehet, hogy igazuk lesz. Vagy más mondok. Jó néhány környezeti információ kikérési perc sikerült úgy megnyerni, hogy a hatóságnál volt ott a külső szerv által elkészített hatástanulmány. És így ki lehetett kérni. A jövőben ilyet nem lehet megtenni, jól lehet, az Európai Unió más országaiban sorra nyernek különböző környezetvédő szervezetek ilyen pereket. Ami meg az információs önrendelkezési jogot illeti. Most teszem azt, ezt a szociális konzultációt mondjuk valamilyen isteni sugallattól vezéreltetve, innentől kezdve önök mondjuk törvényes keretek között akarnák folytatni, egyáltalán nem akarom önöket ilyesmivel gyanúsítani, és mondjuk valaki visszavonja a hozzájárulását. A hatályos törvényi, vagy a törvényjavaslat szerint a Fidesz Magyar Polgári Szövetség vagy a Magyar Köztársaság kormánya nyugodtan mondhatja azt, hogy a rávonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából mégis kezelni akarja a honpolgárnak az adatait. Köszönöm szépen.
tisztelt országgyűlés, nem látok több hozzászólás a bejelentkezett képviselőt. Amennyiben így marad, akkor megkérdezem államtitkárulat, hogy kíván-e válaszolni a vitában elhangzottakra. Öné a szó, Répási Róbert államtitkár úr. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt képviselő, hölgyek és urak, tisztelt adatvédelmi biztos úr. Nagyon sok észrevétel elhangzott, és a politikai természetű észrevételekből igyekezzük majd a szakmai észrevételeket kihámozni, és ezekre mindegyikre külön oda fogunk figyelni, különösen, hogyha ezt még módosító indítvány formájában is előterjesztik, akkor ezeket természetesen meg fogjuk fontolni. Azért a politikai természetű észrevételekre annyi megjegyzést hagyd tegyek, hogy azért az én megítélésem szerint itt nagyon sok összeesküvés elmélet hangzott el az önök szájából, nem csak a múltra, hanem a jövőre nézve is számos összeesküvés elmélet hangzott el. Én elismerem azt, hogy egy törvényjavaslatnak lehetnek hiányosságai, lehetnek hibái, de hogy ezekből önök olyan következtetéseket vonjanak le, amelyeket itt előadtak, ezt én túlzásnak tartom. És hát annak is van valami diszkrét bája, megint csak a politikai megjegyzésekre hagyj reagáljak, van annak valami diszkrét bája, amikor a Jobbik félti a személyiségi jogokat, és úgy általában az alapjogok védelmezőjeként lép fel. Nem vitatom, hogy vannak olyan alapjogok, amelyeket védelmeznek, de vannak olyan alapjogok, amelyeket kevésbé szoktak védelmezni, és sajnos például a személyes adatok ezek közé tartoznak, vagy egyáltalán a személyiségi jogok. Nos, én visszatérve a szakmai észrevételekhez, szeretném megjegyezni, hogy itt a vitában ennél a napirendi pontnál is, és az előző napirendi pontnál is gyakran hivatkoztak korábbi ombudsmanok álláspontjaira, véleményeire. Ebben a vitában is talán Majtényi volt adatvédelmi biztos úrnak a véleményeire is hivatkozás történt. Én szeretném a figyelmükbe ajánlani, hogy Péter Falvi Attila, aki szintén adatvédelmi biztos volt, egy Európai Uniós konferencián a törvény fő rendelkezéseivel egyetértett és üdvözölte a törvény javaslatot. Természetesen a részletekben nyilván lehetnek eltérő vélemények minden hozzáértő szakértő személy között, de azért korán sem olyan lehangoló képet mutatott Péter Falvi Attila hozzászólása ehhez a nemzetközi konferenciához. Biztos, hogy nagyon fontos más szakértőknek a véleménye is. Én egy szakértő véleményet ajánlottam a figyelmükbe, aki támogatja a törvényjavaslatot. A hatóság elnökének megbízására vonatkozó kifogás, amely többször elhangzott, mint a függetlenséggel kapcsolatos kifogás, a függetlenséget megkérdőjelező módszer az, hogy a miniszterelnök javaslatára a köztársasági elnök nevezze ki ennek a hatóságnak, adatvédelmi hatóságnak az elnökét. Nos, bevallom töredelmesen, hogy ez a megoldási javaslat, ez egy egyszerű analógia, mégpedig a Magyar Nemzeti Bank elnökének a megválasztására, pontosabban megbízására vonatkozó analógia. Ne felejtsék el, hogy az Európai Unió központi bankja által függetlennek tartott Magyar Nemzeti Bank elnökét Gyurcsány Ferenc egykori miniszterelnök javaslatára a köztársasági elnök nevezte ki, és ma is ő őrzi a Magyar Nemzeti Bank függetlenségét. Ha ez a megoldás az Európai Unió központi bankjának nem szúrja a szemét, akkor nem hiszem, hogy az adatvédelmi hatóság elnökének hasonló megbízása agályos lenne az Európai Unió szempontjából. Megjegyzem, hogy ha önök azt javasolják, hogy az országgyűlés válassza a hatóság elnökét, azzal gyengíteni fogják a függetlenségét, ugyanis az országgyűlés az alkotmányos szabályok szerint csak egyszerű többséggel választhatja meg ezt az elnököt, hiszen a minősített többség előírása csak az alkotmányban történhetne meg, amennyiben az alkotmány rögzítené, hogy az általános szabályoktól, az általános döntéshozatali szabályoktól eltérően kell megválasztani a hatóság elnökét, akkor lehetne kétharmados többséghez kötni. Tehát pillanatnyilag, ha egy ilyen megoldást javasolnak, akkor az egy egyszerű többségű választást jelentene. Én nem gondolom, hogy ez erősítené a hatóság elnökének a függetlenségét.
Összefoglalva, tisztelt képviselőtársaim, köszönöm szépen az észrevételeiket és a módosító indítványaikat meg fogjuk fogadni, és természetesen külön köszönöm azoknak a képviselőknek a véleményét és álláspontját, akik támogatták a törvényjavaslatot, törvényjavaslat elfogadását, és köszönöm még egyszer, megfontoljuk tehát a módosító javaslatokat. A megfogadás talán erős szó volt, de biztos lesz olyan is, amit megfogadunk, és lesz olyan, amelyet megfontolunk. Nagyon köszönöm a figyelmüket. Köszönjük szépen, államtitkár úr. Én magam is köszönöm szépen Júlia András országgyűlési biztos úrnak, hogy a mai napon is itt tartott velünk ebbe a családias hangulatú összejövetelen, ahol igen fontos témát tárgyaltunk, és köszönjük szépen az elmúlt években nyújtott munkáját is. Mindenesetre az általános vitát lezárom. Az előterjesztéshez módosító javaslat érkezett, a részletes vitára bocsájtásra, részletes vitára a következő ülésünkön kerül sor. Tisztelt országgyűlés, képviselői kezdeményezésre figyelemmel az ülésvezető elnök a módosító javaslatok házszabályszerű benyújtás érdekében az előterjesztői zászlót követően elnapolta a lelkiismeret és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló TPER 35.7-es számú törvényjavaslatot általános vitáját. Képviselők, ha minden igaz, benyújtottak a módosító javaslataikat. Nézek itt a főtitkár úrra, minden bizonnyal meg is érkeztek ezek, ezért azt az általános vitát most lezárom, tehát mostanáig volt lehetőség a módosítók benyújtására, a részletes vitára bocsájtása és a részletes vitára következő ülésünkön kerül sor. Tudom, hogy nagyon sajnálják, de a mai napi, sőt e heti ülésezésünk végére érkeztünk. Napirend utáni felszólásra nagy meglepetésemre senki nem jelentkezett, így aztán a országgyűlés munkáját bezárom, és a nyári rendkívüli ülésszak következő háromnapos ülését június 27-én hétfőn 13 órára összehívom. Köszönjük a technikus kollégáknak, a képviselőhölgyeknek, uraknak, a jegyzőkönyvvezetőknek és a főtitkár úr munkatársainak és főtitkár úrnak is a mai munkát. Viszontlátásra!